nagyon érzésem, hogy amiről ma fogok beszélni, az nem mindenkinek fog tetszeni, de semmi baj. Ha nem tetszik, kikapcsolod, hát az egy másik videóra. De ha tetszik, biztos vagyok benne, hogy meg fogja változtatni az életedet. Kezdjünk hozzá! Ha azt mondom, önmegadás, önátadás, totális alázat, akár így is fogalmazhatnám, ez sokak számára rendkívül negatív érzéseket képes mutatni, gerjeszteni bennük. Mert a filmekből, a társadalomból, a saját életünkből ezekhez a kifejezésekhez, mint megadás, teljes önátadás, olyan élethelyzetek jutnak eszünkbe, mint amikor egy hadsereg megfutamodik, vagy ha valakit elnyomnak, esetleg egyenesen szinte rabszolgasorba van taszítva, valamilyen szinten az életében, és azért az ilyen helyzetekre, erre a kifejezésre, az ehhez kapcsolódó érzésekre van egy rendkívül negatív attitűdünk, van egy negatív hozzáállásunk. De hadd mondjam el nektek, hogy a totális megadásnak vannak pozitív verziói is. Vannak olyan megközelítései, vannak olyan helyzetek, amikor ezeket tudjuk úgy gyakorolni, hogy az életünket mindörökké jobbá tudjuk tenni, és ezt teljesen komolyan mondom. Csak hát megvannak a szabályok. Mert nem mindegy, hogy na, hogy adod meg magad, kinek, mikor, milyen helyzetben, mert vannak, amikor igenis teljesen kiállunk magunkért, megvetjük a lábunkat, meghúzzuk a manat a homokba, eddig és nem tovább. És ezekre a helyzetekre abszolút szükség is van, amikor meghúzzuk a vonalat, amikor azt mondjuk, hogy kiállunk. De mivel megszoktuk azt az életünkben, sokszor arra lettünk nevelve, hogy harcolj, küzdj, legyenek a hatalmas ambícióid, dolgozz, harcolj, könyökölj, küzdelem van, ellenségek vannak, ellenfelek vannak mindenhol, az emberiség megtanult harcolni. És van egy ilyen általános harcos hozzáállás. Mindig kell valakivel harcolni, valaki ellen mindig harcolni kell. Meg küzdj a céljaidért, meg az álmaidért, ha kell harcolnod, akár véresen is. És ezt fölvettük, ezt úgy ránk került. Mindenhonnan, igen, harcolni, küzdeni minden helyzetben. És most nem abba az irányba akarok elmenni, mint sok spirituális, meg vonzás törvénye és egyéb hasonló témájú videók, mert ott is beszélnek az elengedésről, meg ne, így ne küzdj, meg úgy ne görcsölj rá, meg akármi, de az egy másik, az egy más dolog. Tehát ránk pakolják a különböző programokat az életünk során. Nincs beleszólásunk, mert egy ilyen társadalomban, egy ilyen világban élünk. Individualizmus, harc, küzdelem, karrier, ambíció. És ezeket a programokat ránk pakolják, hajlamosak vagyunk felvenni olyan hozzáállásokat, olyan viselkedés mintákat, amik teljes mértékben nem a miénk. Nem így születtünk, nem ezekkel születtünk. És elveszik valahol a felnövésünk, életünk során az, hogy valójában mire vagyunk képesek, hogy valójában kik vagyunk, hogy valójában mi hogyan harcolunk. Mert mindenkinek megvan az egyéni, és nem kell mindenkinek a könyöklő harcot, küzdelmet vívnia. Ránk teszik ezeket a programokat, és bekerülünk a futószalagra, és így kezdjük el leélni az életünket. Futószalag, harc, futószalaggal tovább, most itt harcolsz, most azért küzdesz, és elveszik a boldogság, az öröm, a játékosság, a felszabadultság. Pedig ezek annyira pozitív, annyira jó, annyira csodás érzések, élmények, tapasztalások, amiket egyszerűen bűn elvenni az emberektől, hogy ilyeneket megtapasztalhassanak. Mert rengeteg a bizonytalanság, rengeteg a pánik, rengeteg a szorongató helyzet, és elveszik az öröm, elveszik a játék, elveszik mindaz, amitől az élet igazán színessé, csodálatossá tudna válni az életünkben. De úgy tűnik, hogy eltökönyörtem a céltól, pedig nem. Még mindig témánál vagyunk.
Hát ahogy mindezeket ránk pakolták, és az életünket betették egy dobozba, meg egy satúba, ami folyamatosan csak szorít minket, és egyre feszültebbé válunk benne, ez jelenti a totális megadás, a totális önátadás. Amikor elengedsz minden kontrollt, amikor megpihensz csak egy pillanatra, és mint a hagymáról a héjakat elkezded lehúzni magadról mindazt, amit rád pakoltak. Kikeveredni a dobozból, kilazítani azt a satút, nincs is rá szükség. Letenni ezeket az energiákat, ezeket a programokat, a harcokat, a küzdelmeket, a bizonytalanságokat. Ha már csak egy pillanatra meg tudod tenni azt, hogy lefejteni magadról. Ha nem is egyszerre az összeset, de szépen sorban. És átadod magad a saját lelkednek, a saját önvalódnak, a tudatalattid mélyén megbúvó, csodás lénynek, amit te valójában vagy, aminek te születtél, akkor valami egészen más élményben lesz részed, és egészen másképp tudsz tekinteni az életre. Meg fogod látni a csodákat, a színeket, a játékosságot, egész egyszerűen fel tudsz lélegezni. És úgy tudsz fellélegezni, ahogy talán gyermekkorod óta nem volt rá lehetőséged. És igen, a totális megadásnak, totális önátadásnak van egy erotikus, szexuális vonala is, de arról majd egy külön videóban fog beszélni, mert az egy teljesen más téma. Az megérdemli azt, hogy jó hosszasan beszéljek róla. Itt most a hétköznapokról, általánosan az életedről van szó. Vizsgáld meg egy napodat! Felkelsz reggel. Mi az, amit magadért teszel? Mi az, amit igazán szeretsz? Mi olyan elemei vannak az életednek, amik téged feltöltenek, amik téged ellazítanak, amitől egyensúlyban vagy, amitől szilárdan tudsz állni a saját lábadon? És könnyen tudsz lélegezni, és nyugodtan tudsz járkálni az életben. Igen, vannak kötelességeink, kötelezettségeink. Sokszor gondoskodnunk kell másokról, szülőkről, gyermekekről, kollégákról, mert valaki vállalkozó alkalmazottai van, és értük is tenni kell. De ez csak egy mókuskereket ad. Egy állandó, folyamatos mókuskereket. És igenis, véghez tudsz vinni az életeden egy olyan alkimiai folyamatot, hogy ne érezd a satut, ne legyen doboz, minden energia, ami rajtad van, a tiéd. És ha fel is veszel valakitől valamit, azt le tudod vetkőzni magadról. El tudod dönteni, mit engedsz be az életedbe, és mit vedd lesz le. Rajtad múlik, hogy mi az, aminek van helye, mi az, ami behatolhat az energiateredbe, az elmédbe, a lelkedbe. És mi az, ami előtt ott van a sorompó, hogy nem, kifelé. Neked nincs itt helyed. Ezt ki tudod gyakorolni? Ennek két módja van. Két módon tudsz eljutni arra a szintre, hogy teljesen elengedd a kontrollt, és azáltal felfedezd az önvalódat, azt, a te abszolút igazságodat, a te tökéletes valóságodat, ami abszolút a tiéd. Két út van. Elindulhatsz rajta egyedül, és elindulhatsz rajta valakivel, vagy valakikkel. De kezdeném azzal, amikor ezt teljesen egyedül akarod csinálni, amikor senkit nem akarsz bevonni, úgy gondolod, hogy én egyedül mindent levedlek, megoldok, nem probléma. Kézben tartom. Itt egy hátulütő van. Ha végig úgy döntesz, hogy ezt teljesen egyedül akarod csinálni, akkor végig te kontrollálsz. És azáltal, hogy végig kontrollálod a kontroll elengedésedet, ez egy paradoxon fog az elmédbe létrehozni. És nem tudsz annyira mélyre jutni, nem tudsz annyira hatékonyan elmerülni a rétegek levedlésében. Másfelől meg gondolj arra, amikor beszélsz, és mondjuk videófelvételen vagy hangfelvételen visszahallod saját magadat. Mennyire megváltozik a hangod? Mennyire más a hangod, amit mások hallanak, és mennyire más az, amit te belől hallasz? Nem tudod magadat kívülről megvizsgálni. És ezáltal, ha egyedül kezded el levedleni, sok mindent el tudsz érni, de biztosan lesznek olyan elemek az egész történetben, amire egész egyszerűen vak vagy. És ez nem a te hibád, minden ember ilyen. Mert nem mindent látunk úgy magunkon, nem mindent tudunk érezni magunkon. Lesz, amitől
megfutamodunk, és lesz olyan, amiről az elménk képes lezárni, hogy nem kész arra, hogy ezzel foglalkozzon. És ilyenkor saját magunkkal szembe hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy jó, rendben, akkor most ezzel nem foglalkozom, majd talán később, egyszer, valamikor. De ennek ellenére sok mindent el tudsz élni. De most adnék is tippeket nektek ahhoz, hogy mi az, amit egyedül tudtok csinálni, ahhoz, hogy ezeket levegyétek magatokról, és induljatok a teljes önátadás, a teljes megadás, a tökéletes kontroll elengedés irányába, hogy igazán alázatosabb tudjatok lenni a saját igazságotokkal szemben. Meditáció, önhipnózis, ezek mind jók arra, hogy felfedezd dolgokat, hogy tudatosabbá válj, hogy meg tud vizsgálni az életedet. Hogyha valamit el tudsz engedni. És akkor igen, ott vagy transzban, ott vagy alfában, meditálsz, és elkezded csak vizsgálni magad. Koncentrálsz esetleg a tested egy elemére, az életed egy pontjára, koncentrálsz egy emlékre. Vizsgálod, hogy milyen érzések jönnek elő, milyen élmények jönnek elő. Aha, ez itt valami nagyon pozitív volt. Miért volt pozitív? Aha, azért volt pozitív, hogyan lehetne abból még több? Hogyan tudnám azt használni máshol? Valami másfél idézel. Ó, ez kevésbé pozitív érzéseket hozott elő. Rendben. Miért hozott elő kevésbé pozitív érzéseket? Aha, azért hozta elő. Ez azt jelenti, hogy? És akkor hogyan tudnám levetkőzni? Hogyan tudnám ezt elengedni? És önhipnózisban, meditációban vannak olyan gyakorlatok, hogy meg tudod esetleg fogni, amitől meg akarsz szabadulni, valahol érzed a testedben, vagy az energiateredben, meg tudod fogni és egész egyszerűen levenni magadról, elengedni. Ez sokaknál rendkívül szokott működni, mert van benne egy nagyon erős fizikalitás. Mert érzed a testedben ezt az energiát, erre nincs szükségem, és egész egyszerűen leveszed. Ha könnyű levenni, akkor az is egy porszem volt. De ha azt érzed, hogy nagyon nehezen jön le, hogy nagyon kapaszkodik, az azt jelenti, hogy te jóval mélyebbre kell lemenned ahhoz, hogy az fel tud oldani. Jóval mélyebben vannak az okai, hogy miért került rád az az energia, az az emlék, az az attitűd, ami ott éppen előjött. Hogy vajon honnan eredhet. Egyedül ilyen dolgokat könnyedén meg tudsz tenni. De sportolással, sétálással, levezetésekkel is sok mindent, és vizsgáld meg az életed különböző elemét. Mi a tiéd, mi nem a tiéd? Mi az, ami pozitív érzésekkel tölt el? Mi az, amitől szenvedsz? És meg lehet vizsgálni, hogyan tudsz változtatni rajta. Ki az, akit esetleg be tudsz vonni az életedbe? Kivel meg tudod ezt osztani, és oszolnak a terhek? Ki az, akiben meg tudsz bízni? Mert még ha úgy is érzed, hogy nincs olyan ember, akiben igazán megbízhatnál, hidd el, van. Vannak odakint jó emberek. Vannak odakint olyan emberek, akik önzetlenül segítenek neked is. Mert te is megérdemled. És a másik vonal, a tökéletes önátadásban, tökéletes megadásban, kontrollengedésben, hogyha valakivel vagy valakikkel csinálod. Kezdjük a többes számmal, valakikkel. Ez azért tud veszélyes lenni, ha valakikkel, mert ilyen helyzetekben tudnak lecsapni a különböző szekta vagy szekta jellegű csoportosulások, vallási szervezetek, de ott is csak megkapsz egy programot, ami nem a tiéd, és valójában a saját képükre akarnak változtatni, szabni téged, nem pedig felszabadítani, hogy igazán azzá válj, aki vagy a te felszabadult, csodálatos verziód. Saját magad legtökéletesebb verziója, de inkább mondom, legszabadabb. Mert szabadságot kell elérni, nem a tökéletességet, olyan nincs. Bizonyos helyzetekben gyakorlatban szoktam használni, de az más. De hogyha találsz egy olyan közösséget, barátokat, akik szintén nyitottak arra, hogy foglalkozzanak vele, akár kérhetsz tőlük tanácsokat. Figyelj, hogy látsz engem? Mi az, ami szerinted gátol engem? Beszélgetni, felfedezni, ha valaki régóta ismer, átbeszél, hogyan változtál az idők során, meg lehet nézni az egyes elemeket, hogy aha, így változtam ennyi idő alatt, és ezek történtek ez idő alatt az életemben, ebből mi az, amit el tudok engedni, mi az, amitől meg tudok szabadulni, mi az, ami nem az enyém, csak belekényszerültem abba a mókuskerékbe, vagy akármibe, ami nem a tiéd, amit neked odaadtak.
és a valakivel egyes szám. Itt jönnek be a különböző szakemberek, specialisták, kezelők. De ez olyan témakör, amihez elképesztő bizalomra van szükség. Ne keresd csak úgy meg egy szakembert azzal, hogy figyelj, teljes kontroll elengedést akarok tenni, teljesen fel akarok szabadulni, mindent le akarok vedleni. Nem, mert az akár úgy még veszélyes is lehet. Mert ha valakihez elsőként fordulsz, nincs meg a teljes bizalom, nem ismered, egyfelől nem is tudtok olyan mélyre lejutni, és jóval manipulálhatóbbá is válsz. Nagyon jól gondold át, hogy kihez fordulsz és kihez nem. Akár egy más témával, egy egyszerűbb, egy könnyebb témával keresd meg először. Teszteld le. Nézd meg, hogy milyen a közös kémiátok. Itt nagyon fontos, hogy jó a válasz. És akár nem probléma, ha 4-5-6 különböző szakemberen, specialistán, kezelőn is átmész, mire megtalálod azt, akinek igazán át tudod adni magad, akinek meg tudod engedni, hogy egy kicsit ő irányítson. Hogy ő vezessen téged abban a mélységben, hogy mindent le tudj vedleni. Hogy akár a hangját, tanácsait, instrukcióit, technikáit követve le tud jutni olyan mélységben, mint soha korábban. Mert legbelül a legmélyebb pontodon vagy te. A te abszolút önvalód, a valóságod, az igazságod. Ha tetszik, isteni természeted, van, aki így szeret gondolkodni, mindegy, ugyanazt jelenti. Tehát bárhogy is indulsz el, el tudsz jutni arra a szintre, hogy tökéletesen átad magad, tökéletesen megad magad, elengedd a kontrollt, és felszabadulj. Mert onnantól kezdve mindent elengedtél, felszabadítottál. Az lesz az a csönd, az lesz az a nyugalmi állapot, amiben elkezded másképp szemlélni a világot. Jönnek majd új ideák, gondolatok, érzések, megoldások. Felszabadulások. És az alkímiai folyamat elkezd végbe menni az életedben. És attól függően, hogy milyen módszerrel csinálod, ez válogatja, hogy mennyi ideig tud ezt tartani, mire van szükség hozzá, de kövesd. Kövesd az érzéseidet, kövesd az intuíciódat, azt, amit a tudat alatt itt sugal feléd. És akkor képes leszel arra, hogy felold. És az egész életeden véghez vidd ezt a gyönyörű alkímiai folyamatot. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és találkozunk a következőben. Sziasztok!